szerintem lenni. Thank you.
néktek ragyog ma, tiétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly, a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az élet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák. Most jelképezze zöld júniusi ág, s halljuk reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal búsan szól az ének. Föl-föl repülne, leszáll, tétováz. A sok kopott pad integet felétek. De egyben izgalmasak is voltak ezek az évek. Majd a felső tagozat következett. Ahány tantárgy, annyi új tanár. Csupa érdekes dolog. Matematika, fizika, kémia, irodalom, nyelvek. Osztálytársak, barátok, évfolyamtársak, jó ismerősök az iskolából. Most már örökre emléké válik mindez. A kirándulások szép emléke, a dolgozatok izgalma, a szünetek zsongása, diáktréfák, csínyek emléke minden kísértiteket az életútjain. Jövőre már máshol és másképp szól. Kívánjuk, hogy lejétek meg önmagatokat, érjetek el sikereket, legyetek megelégedettek és boldogok. Nézzetek mindig előre. Mi búcsúzunk. De azt még tudnotok kell, a búcsú sohasem végleges. Ne felejtsétek el, amit egymásnak nemrég megígértetek. Találkozunk. Az, ami örökké való. Csak a kedvesség az öröm, a pardon meg a köszönöm. A gyöngétség a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség a vigasz, a barátság az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Kedves tanáraink, diáktársaink, kedves vendégek! Beszédemet elsősorban az előttem ülő évfolyamtársaimnak szánnám, mivel ez ma a mi napunk. Gondolom mindenki már a jól megszokott, szomorú hangulatú beszédre számít, de az én szövegem nem ilyen lesz. Az életnek egy nagyon egyszerű forgatókönyve van. Egyszer itt vagy, aztán már nem. Ez is egy ilyen alkalom. Ma még itt vagyunk, holnap pedig már máshol. A bizonyítvány, amit majd a kezünkben tartunk, arról fog tanúskodni, hogy már sokat tudunk. De rá kell jönnünk, hogy az életben nem attól jutunk előre, amit már tudunk, hanem attól, amit tudni akarunk, után elmegyünk innen. Sok szokatlan dolgot fogunk csinálni, és félni fogunk az újtól. De ez természetes, mindenki fél. És amikor ez megtörténik, mert megfog, nem is egyszer, tegyétek meg azt, hogy visszaemlékeztek az első napotokra ezen a helyen. Akkor is biztos féltetek, de tudtátok, hogy itt jó helyen leszek, és jól fogjátok magatokat érezni. És ne aggódjatok, ha még nem tudjátok, hogy mit legyetek. Azt hiszem, legbelül mindenki tudja, hogy mit akar kezdeni az életével. Mindegy, hogy ki mit mond nektek, mert ha tovább keresgéltek, és mélyebbre ástok, úgyis meg fogjátok találni. Az lehet, aki akarsz ezen a földön. És most menjetek, kövessetek el sok-sok hibát. Tervezzétek meg a jövőtöket, de csak ceruzával. És végül, de nem utolsó sorban, mindig emlékezzetek rá, hogy honnan jöttetek, és hogy hová tartotok. Gratulálok, ezzel búcsúzom a 2015-ös évfolyam nevében. Vagyok, hiszek az emberben. Szeretném megköszönni a műsort a szereplőknek és Dolcsák Éva néninek. És természetesen ilyenkor, amikor eljött a ballagás ideje, minden évben teszünk egy számvetést. Versenyeken is szép eredménnyel képviselte iskolánkat. És persze itten vittem meg azoknak a tanulóknak a nevét,
akik a közösségért áldozatként munkát végeztek. Iskolátokban is érezzétek jól magatokat, találjatok új barátokat, társakat, és ne felejtjétek régi iskolátokat, ahol mindig szívesen látunk benneteket. Kedves 8. C-osztály! Alsó tagozatban Barnánék és Erika tanítónéni irányítása alatt kezdtétek meg általános iskolai tanulmányaitokat. Erika néni következetes és alapos munkájának köszönhetően már alsó tagozatban is több tanuló szép eredményeket ért el a tanulmányi versenyeken, és ennek a gondos munkának következtében jól megalapozott tudással érkeztetek a felső tagozatra. Alsós rajztanárok Vida Béláné, Éva néni segítségével pedig számos rajzversenyen és nemzetközi rajzpályázaton vettetek részt, ahol szintén kiválóan szerepeltetek. Felső tagozatra kerülve osztályfőnökötök Jácin Szilvia lett, aki helyettese Zsuzsa néni támogatásával igyekezett az egyébként is erős közösséget még összetartóbbá kovácsolni. Erőfeszítésük nem volt hiába való. Az osztály tanulói egytől egyik színes egyéniségek, akik csapatként is mindig remekül működtek együtt. A tanulmányi versenyeken kimagaslóan szerepeltek Bódis András Barnabás, az osztály egyik kiválósága, elsősorban a természettudományi versenyeken ért el szép sikereket. Az elmúlt 4 év során több alkalommal szerzett kerületi dobogós helyezést, a Kán Károly természettudományi és a Herman Otto biológia versenyeken, a Teleki Pál földrajz versenyen, az Öveges József fizika versenyen, a Hevesi György kémia versenyen és informatika versenyeken is. Számos fővárosi versenyen is szép eredményekkel büszkélkedhetett. A Bójai természettudományi komplex versenyen Halek Ádám, Gyöngyösi Zsófia és Vas Anna csapattársaival együtt szintén eredményesen szerepeltek. Kedvelt tantárgyai közé tartozott a történelem is így, Mónus Dóra és Gyöngyösi Zsófia társaságában a kerületi történelmi csapatversenyen is jó eredménnyel végeztek. Barnabás széleskörű tájékozottságának köszönhetően kiváló vitapartner volt tanárai számára. Mónus Dóra az imént említett történelemverseny mellett minden évben dobogós helyezést ért el a kerületi népdal éneklési versenyeken is, több alkalommal első helyezett lett, így képviselhette iskolánkat a fővárosi fordulón is, ahol mindig szépen szerepelt, ezüst és bronz minősítéseket szerzett. Ezen kívül sokszor megörvendeztetett minket gyönyörű hangjával iskolai műsorokon, illetve a műsoros esteken is. Kertész Zoltán és Sebestyén Péter az informatika területén szereztek jártasságot, melynek köszönhetően az elmúlt évek során mindig taroltak a kerületi versenyeken, sőt a fővárosi fordulókon is jó eredménnyel végeztek. Kis Laura rajztehetségének köszönhetően ért el dobogós helyezést a kerületi rajzversenyen, Pölt Laurát pedig külön díjjal jutalmazták alkotásáért. Köszönöm. Frich Eszter számos alkalommal került a dobogóra a kerületi vers és prózamondó versenyeken, ezen kívül versmondó tehetségét az iskolai műsorokon is gyakran megmutatta. Angol nyelvtudása 8. korára már nagyon magas szintre jutott, ennek is köszönhető, hogy Fogarasi Dániel osztálytársával és Barcsik Enikő 8. B-osztályos tanulóval együtt az idén első helyezést értek el a kerületi angol csapatversenyen, majd a fővárosi fordulón is remekül szerepeltek. Eszter Vas Annával együtt az iskolai diák önkormányzat tagja volt, így mindketten komoly szerepet töltöttek be a szabadidős programok megszervezésében és lebonyolításában. A PIGYÖ tagjai megválasztották Esztert a Pesterzsébeti diák önkormányzat alpolgármesterének, később pedig a budapesti diák önkormányzat küldöttei a legmagasabb szavazattal az országos diákparlamentbe delegálták képviselőnek, így Eszter az összes budapesti diákot képviselte 11 társával együtt.
Az osztálytanulói nem csak a tanulásban jeleskedtek, a sport is fontos szerepet töltött be életükben. Bódis András Barnabás éveken át vízilabdázott, Battai Dorina az aerobikot, Fogarasi Dániel pedig a kajakozást űzi versenyszerűen. Az osztály rengeteg tanórán, illetve iskolán kívüli programon is részt vett. Már alsó tagozatban is rendszeres színházlátogatók voltak, ezt a szokásukat felsőben is megtartották. Emellett szívesen jártak múzeumokba, állatkertbe, hangversenyekre, az osztálykirándulások pedig mindig a várva várt programok közé tartoznak. És azzal búcsúzom, hogy nem Isten hozzádot mondok, hanem viszontlátásra, bármikor, bárkivel. Kérem a lufikat, engedjétek el!